De belemondja. Tehát, hogy ő csal. Ez egyébként ez egy ilyen finom szakmai izomfeszítés volt, tehát így megjárattad a bicepsedet, hogy és még az is van, hogy előtte keresztül mész a képnek azon a szakaszán, és csak utána dől össze. Hogy nehogy az legyen, hogy itt mindenki azt higgye, hogy ez csak így egymás mellé van, tányolva a két félkép, aztán szevaszt. Most már muszáj megkérdezem, amit egyébként azt hiszem odaértem, hogy direkt volt Lenny Kravitz? Véletlen. Tök véletlen? Szóval itt tudatalan kéne. Mennyire nagyon vicces volt. De hogy néztem a Kravitz... Kravitz egyedül szokott játszani, tehát hogy neki csomó olyan lemeze van, meg száma, amin konkrétan ezt csinálja, hogy ő egy személy a zenekar. Tehát hogy egyedül hogy látod, az összes látszerűen ő játszik. Sok Lenny Kravitzet, vagy ugrálsz. Nem, egyedül játszott föl, tehát hogy az van, hogy dobol, meg gitározik, és aztán a végén. Azt hittem ilyen videóklipje volt. Nem. Viszont egyetlen egyszer sem csinálta ezeket egyszerre. Tehát ez mindig úgy volt, hogy stúdióban először... Hát ez csalás. És ő pedig egyszerre. Azt látom. Ez ott a kéne. Mint ehhez képest egy lelkes amatőr. Igen. Annyi, hogy ahogy van, tehát nem árna a tükör elé, felveszi a téli kabátját, mert tél van, kimegy az udvarra, meg ott lakik. Nem csinál divatos hajat. Igen, nem borotválkozik hozzá. Semmi. Kimegy, és az ötletét megcsinálja, és minden szarik, hogy milyen a háttér, a lakásban milyen a háttér, milyen a háttér, hogy a kocsi piszkos-e, nem piszkos, tehát mindenre, hanem kimegyek és az ötletemet megcsinálom, és ez annyira szimpatikus volt, ugyanúgy, mint az összes többi hozzáállás is, különben állati szimpatikus, de teljesen más, mint ez, hogy ez emellett szólt, ez a, és hogy a végén ki van iva egy név, tehát, hogy ez, és készítette. Neked volt ebben bármi rutinod? A színész. Hát bármi. Különben azt akartam, hogy ez nagyon jó, ahogy szerepelsz különben. Igen, abban ez nagyon szórakoztató. Nincs. Kamerázgatok otthon erre arra, de amúgy... De azt hogy kell elképzelni? Hát így lagzik, azt szoktam videózni. Tehát otthon. Aztán én egymagam megvágom. Ennyi. Azért az egy esküvői videósnak nem rossz referencia, hogy a fesztivál győztes. És akkor most térjük az anyagiakhoz. Mert végül is abban is rakhatnám, mert lehet, hogyha gondolod, akkor kiírunk egy esküvői videós pályázatot. Egyébként szerintem nem lenne kérdés. Kurva jó lenne. És akkor ugye az operatőröknek valami úgy kéne befolyásolni az esküvő folyását, hogy milyen súlyosabb. És különösen az a kategóriában vőfé. Vőfé videó, mert... Hát van ilyen pár patin kiválgat, ezt meg kell csinálni. Tos vőfélyek, stb. Na, akkor mindenképpen figyeld majd, mert szerintem ezt hamar meg fogjuk csinálni. Egyébként a képet azt hogy Béla, nekem az is tetszett, hogy a kompozícióban sem tökéletes a dolog, tehát a geometriája sem tökéletes, ahhoz képest, hogy elég nagy jelentősége van a kiválasztott képnek. Tehát, hogy nem tudom, ott a szélén az egy rongy talán, ami ott belelóg, és nem... Merő. Csapon. Tehát, hogy ez gázmérő dolog? Az ablak alatt. Nem, az egy olyan betonhordó, én nem tudom, ilyet, az nem tudom, még van. Ha le van borítva, a szövet nem lőjön. Mi van oda a szőlő? Tehát ott van... Egy picivel könnyebb volt a betonhordó, mint a kapa. Vagy az ásó, tehát ezt leborítottuk is. De van egy lyuk azon a betonhordón, és azon még mindig kinő, de lustaság szó. A brutál kertészet. Az autóban még az is tök jó, tehát hogy igazából az autóban nem, főleg hát ez ott a nagyon-nagyon jól kidolgozott Inda playerünkben sem látszik tökéletesen, hogy mi történik ott benne az autóban. Tehát, hogy irdatlan munka van a mögött, ami végül azért annyira nem jön át. Tehát, hogy ott például nem jön át az, amikor nem élsz meg itt, hogy mi a helyzet, pedig tök jó a hangulata, tehát megvan az egésznek a hangulata, de hát látod, hogy... Itt muszáj volt kicsit. Tehát, nem itt bele kellett csalni egy kicsit, igen. Igen.
mondjuk látszik a filmben, ott van az iPod, tehát abban szinkronizáltam be végülis a zenélést is, meg ezt is, hogy egyszerre legyen mi. Igen. És otthon az a szoba, az a te szobád, vagy nem tudom, ajtóba betetted a kamerát, és akkor... Tessék, lássék, azért kicsit lesöpörted a havat az autóról, ha nem is sokat, de épp az, hogy beleesen látni az ablakon. Azt megmostam. Tehát. Igen, 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 ezt nagyra értékeljük. Polár szűrő ugye nem volt. Mennyi idő volt ezt az egészet megcsinálni? Hát a fizikai, tehát még felvettem az... Minden, tehát még a felvétel meg a vágás. Hát, egy fél hét körülbelül. Tehát mondjuk a felvétel az... Én minél többet gondolkozom rajta, egyre több szívás. De nézek a kocsit, ezt játszottam. Ahogy itt a fal, az ajtónak a két izéje, ott belelógtett. Itt egy kis kilincs, ott egy kis fal. Tehát ez már Lars von Trier-i magassággal megy. De mondom, ez egy rajzoltál sztoriban. A valóságnál egy kis szerepet. Hát úgy lerajzoltam, tehát hogy mikor melyik klón merre menjen. Mondjuk itt nem volt, tehát itt beosztottam, hogy jobbra-balra. És hát, ami egy profi van benne, azon kívül, hogy profi tulajdonképpen, tehát egy profi indavideós anyag, az, ahogy tényleg, ahogy odaállsz a kamera elé és beszélsz. Tehát, hogy ez az, amit nálunk, mondjuk videózzuk nálunk mindenki 6-7 éve, és ezt így nem tudjuk megcsinálni, hogy odállunk, és gesztikulálva, élvezhetően jó ritmusban belebeszélek a kamerába. Tehát, hogy ezt szerintem csináljad, mert ez nagyon azon kívül, hogy ilyen hősies videókat készítsél egyedül otthon, beszéljél a kamerába, mert jó hallani. Mert ez az ilyen, tehát a beszélős, ez tényleg ez volt az első, amit így... Hát az látszik legalábbis, hogy saját magad előtt nem vagy zavarban. Tehát, hogyha... Nem tudjuk, kamerát úgy megszoktam. Igen, de az egy nagy dolog, tehát attól, mert így egy ilyen izébe belemered az embernek az arcába, az emberek 99%-ának gúzsba köti a nyelvét. Amint a végén. Tehát az egy akkumulátor, aztán egy piros hosszabbítom, az volt nehéz, mert azt egy kézzel kellett a kis kamerával csinálni, és akkor, hogy magamat vegyem fel, meg én legyek a képbe, az volt kicsit nehézkes, azt kicsit többször fel kellett venni. És gyengébb férfiak megkérték volna a szomszédot, hogy segítsen, vagy a csaját az illető, hogy hozza a kamerát, legyen szíves, fogja meg, célhozzon a fejedre, de te nem. Én nem. Hanem megcsináltad egy darab kézzel. A szomszédtól elkértem a pumpát, meg az unokaöccsének a vízipisztolyát, és akkor ezt onnantól kezdve meg. Na, ez látszik. Tehát ez tök jó, hogy ez a videó valóban azért, tehát nem derült ki, hogy van mögött egy... Sose csináltam még előtte őt, hogy kamerába beszéltél. Ilyet nem. Tehát... Megdöbbentő. Tehát belenézel a lencsébe, és jó nézni. És nem havogsz meg, nem vagy. Nézzük ezt a hátteret, szóval. Ez nekem nagyon bejött.